Epiket! Gyerekek, cicák, kutyák, egyebek! Öt gyorsan elkészíthető játék spatulából. Pomponos kilövő. Nyolc darab spatulát össze kell gumizni a két végén. Ezután egyet be kell csúsztatni alulról az első és a második közé. Az utolsót ehhez kell gumizni az egyik oldalon, a másik oldalára pedig fel kell ragasztani egy műanyag üdítős kupakot. Ez a játék annyira tetszett a gyerekeknek, hogy folyamatosan ült valaki az asztalnál egész játékidő alatt. Spatulából szájharmonika. Ehhez a játékhoz két spatula közé be kell tenni egy ugyanolyan méretű papírt. Mi többféle papírt is kipróbáltunk a gyerekekkel, a legjobban a sütőpapír vált be. A spatulák végeit befőttes gumival fogtuk össze. Azért, hogy középen legyen egy kis rés, a gumik mellé fogpiszkálót szúrtunk. Hamar belejöttek abba, hogy hogy kell fújni. Nálunk nagy sikere volt. Fából készült repülő. A repülőhöz szükség van egy szétszedett, normál méretű fából készült ruhacsipeszre, kettő darab spatulára és egy rövidebb falapocskára. A csipesz részeit két oldalú ragasztóval ragasztottuk össze, de bármilyen erős ragasztót lehet használni erre a célra. A szárnyakat és a farokrészt volt, aki befestette, volt, aki filctollal díszítette. Ezeket szintén két oldalú ragasztóval illesztettük a helyére. Kirakó spatulából. Ehhez a kirakóhoz 10 darab spatulára van szükség képenként. Annak érdekében, hogy ne csúszanak szét rajzolás közben, széles ragasztószalaggal rögzítettem őket. A gyerekek tetszés szerinti témát választottak a képekhez. Amikor végeztek a rajzolással, akkor leszedtük a ragasztót és összekevertük a spatulákat. Nem maradt más hátra, mint a képek kirakása. Kirakózás közben a számokat is gyakorolgatták. Egy kis matek spatulával. A spatulát arra is jól lehet használni, hogy ügyesítsük a gyerekek ujjacskáit. Kedvük szerint választhattak a számokkal vagy pöttyökkel jelölt pálcikákból. Az a tapasztalatom, hogy minél többféle eszközt kínálok fel az ilyen jellegű feladatokhoz, annál tovább tevékenykednek. Most is volt olyan kisgyerek, nem is egy, aki valamennyi eszközt kipróbálta a számoláshoz. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!